értesz, hogy így elrásunk, és akkor itt a dia, de... Ó! Oh, mi?! Ott a dia! Kiásom szépen. Oh my god! Nagyon örülök, most már... Ne! Mi ez? Mi seb ez? Mi?! Szevasztok és sziasztok, én Salátok itt az Er vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornámon, és üdvözöllek titeket a Minecraftban. Ugye, az előtti részben itt hagytuk abban, itt találtunk szenet, ugye, és hát itt vagyunk egy NPC bányában, szóval, hogy mindig M-mel mondom, NPC bányában vagyunk, bocsánat. Hát igen, és itt találkoztunk az előtti részben egy pár creeperrel, ha nem láttátok azt a részt, akkor az betűre kantítva megnézhetitek, és... Hát igazából nem is tudom, hogy most mit kéne csinálnunk. Hát diát kéne találnunk szerintem. Az jó ötlet lenne, nem? Várjál, szóval hogy így is kitom, hogy akkor azt így gyors, akkor így elviszük, akkor lehet, hogy ez is kelleni fog, ugye? Hát ha valahogy villagereket akarunk szállítani, vagy valami ilyesmi. Hát a közeljövőben szerintem nem fog kelleni, de valamikor biztos. Van már 15 belőle. Hát és akkor azt javasolnám, hogy akkor ezt így egyelőre hagyjuk itt ezt a bányát. És hát akkor ásunk le ugye a 10. szintre. És reméljük, hogy akkor ott találunk valamilyen fincsi ercet. Egy például egy dia, vagy egy smaragd. Ja, hát figyelj, ki tudja. Várjam, ezt ide be tudom rakni. Ja. Meg egész így, ja, minden. Várj, akkor ezt így ások. De én amúgy látok, nem tudom, hogy ti látok-e. De én amúgy látok így eddig a esetszóin. Én látom, nem tudom, hogy a képen lehet látni, de azért lerakom ide a fákját. Mert minél fényesebb, annál jobb. Vagyis minél többet láttok, annál jobb. És akkor, hát, még a 17. szinten vagyunk. Most már 16. Hát mondjuk így elég lassan haladunk lefelé szerintem. Hát de. Figyelj, jó lesz az. Meg így 3 blokkot ötök ki, mire egyet lemegyek, egy blokkot. Na de viszont már nem is vagyok olyan magason. Hát vagy amúgy, vagy milyen szinten lehet diákat találni? A 12-esen vagy 11-esen? Nem tudom. Kajak most nem. Hát mindegy, megyünk a 10-esen szerintem. Mert hogyha 11-esen találsz legjobban tiát, akkor, és hogyha a 10-esen állsz, akkor ugye itt lesz előtted a 11-es, szóval szerintem akkor, ja, menjünk itt a 10-esen, és fákját ugye lerakunk, sőt nem várja, ide rakjuk a fákját, és akkor ezt itt kiüssük, és akkor ilyen 4-esbe ásunk előre, igen, szerintem az így jó lesz. Amúgy mennyi fám van? Csak 7 darab fám van. Ja, hogy van egy csomó szenem, mert ugye akarok, ezt már nem kell. Na, akkor ezt így berakom az ercet itt égetni, még itt ások. Addig az süljön. Hát igazából ötletem sincs, hogy akkor most ez így hogy kéne csinálni. Hogy kéne most megtalálni ezt a diát. Úgy az is lehet, hogy éppen itt megyünk el egy dia mellett, érted, hogy így elrásunk, és akkor itt a dia, de nem vagyok benipova, hogy ilyenre képes legyek. Na, viszont eltört a csákányunk. Hát akkor, ja. Amúgy megpróbálom most ezt a részt úgy csinálni, hogy timelapse nélkül, mert eddig valahogy nagyon sok timelapse-et használok a videóimba. Ha eddig nem vetétek volna észre. Valahogy egy csomó timelapse-et vagy. Hát a Roblox-ban szerintem még nem használtam, de ott nagyon meg hát ugye a rap-ben, hogy akarsz timelapse-ezni, mondjuk ott is lehet. Amúgy, ja, szóval hát úgy nincs lehet. Kicsit azt hittem, hogy itt a felszínen mondjuk, hogy itt a föld, és akkor itt így szabad, de hát ez egy bánya. Úgyhogy menjünk is ki. Az arany! Akkor menjek vissza a vasér. Várja. Ezt itt betemessük, hogy bejön itt nekünk valami. De amúgy 10-el van zárva, hogy ugye ott nem tudod creeper jönni. Na, gyorsan. Te egy vas, gyorsan. Sülj ki. Na. Ó. Oh. Mi? Ott a dia! Ott a dia, srácok! És nem vettem észre, még jó, hogy visszajöttem, srácok, hallod? Hogyha már lett volna vascsákányom, akkor itt csak így tovább megyek, érted? És akkor ezt itt hagyom. Ott a dia, srácok, mondjuk... Hát az egyenlő nem tudom mennyi. De viszont figyelj már, a negyedik részben, hogyha találunk diát, hát akkor szerintem már eléggé jók vagyunk. Akkor kellene fog a crafting table.
És akkor kraftoljuk is le ezt a csöröszép vascsákányt. És akkor üssük ki vele a még gyönyörűbb diát. Ez eddig kettő. Ó, hát az egy elég sok eddig. Ó, az már három. Van né... Ó, ez valami nagyon sok dia. 6 darab dia egy helyen. Na mondjuk ez nem annyira sok, de eléggé sok mennyiségű találunk, hogy 10 vas egy helyen, meg 6 darab dia egy helyen, szóval. Nem tudom, hogy ez de ritka, de... De most már nem kéne meghalni. Lehet, hogy fel kéne menni. De várj, honnan jöttem? Hát már nem is tudom, hogy honnan jöttem. Na mindegy, de ott adtam egy kis vasat, ugye? Vagyis aranyat. És akkor ezt gondoltam, hogy akkor kiásom szépen. Oh my god! Még jó, hogy nem creeper. Ó, bakker, dögölj már meg! Nehogy most legyen vége. Ó! Húzzunk innen, húzzunk innen. Bakker. Hú! Nagyon spammeltem, hallod most itt a kattogatás, hallod. Hú, jó, megijedtem. Hú! Hát ezt a frászhoz talán azt hittem, most hallok meg. Most találok diát, aztán már is vége. Hát ez nagyon nem lett volna jó. De túléltük. De jobban kéne vigyázom szerintem. Úgyis van most 64 földem. Körbeépítem. De bármikor jöhet creeper bakker, attól félek a leg... Ó! Oh! Ott van egy enderman. Mit keres itt egy enderman? Nem meleg helyeken szokott lenni? Én úgy tudom. Na de várjunk, akkor ezt szépen nyugisan most le vagyunk zárva, ezt most itt kiütettem, van fény is, úgyhogy nem fog ide beszpanolni semmi. Júj, hogyha most itt láva lett volna. Az hülye ötlet, hogy magamon ások. Na. Ezt elvisztük akkor. Na várjunk csak, ott van láva. Az Enderman bizony elment. Nem már. Ezt rakd már le. Itt még van vas, az jó. Ezt kicsit szendi ilyen sem. De nagyon félek, bakker, hogy jön valami. A bányászás szerintem a legveszélyesebb amúgy. Meg hát ugye az éjszaka. Az a sötét helyek a legveszélyesebbek. Igazából a Minecraft hardcore-ba. De viszont van dia is, és ennek most már nagyon örülök. Most már... Ne! Mi ez? Mi sebb ez? Mi? Vége. Srácok, eljutottunk. A negyedik részig. És vége. Ha ennyi lett volna a hardcore túlélőm. De legalább találtunk diát. Hát ezzel kapcsolatban eléggé szomorú vagyok. De ez van. Vége. Viszont jönni fognak más videó, szóval Minecraft parkour lesz, meg Lucky Block, meg Cabin, meg lássuk, lehet, hogy még van mi
vendég is lesz, mert ha nem vettétek volna észre, eddig mindig egyedül videóztam. Szóval, hát mondjuk úgy jobb lett volna lezárni ezt a részt, hogy ugye legyőzöm a Ender Dragon, szóval hogy kiviszem a Minecraftot, én úgy akartam lezárni. De hát most akkor ennek a sorozatnak vége, majd máskor elkezdhetek egy hardcore túlélőt. Hát, nem is tudom akkor. Szóval, tetek úgy tekintsünk rá, hogy most ez így szomorú. Hát, mondjuk az. De, fie, 6 diával haltam meg. Mi voltam, hogy hirtelen ez, bakker? Hirtelen, hogy minden jött zombi, szóval elsőnek elkezdett lőni engem egy skeleton, nem látom honnan. Utána elkezdek rohanni, azt mondta, hogy creeper meg egy zombi. Azt az onnan jött. Mondjuk én is olyan hülye vagyok, hogy kar nélkül hardcore túlélőzök, meg pajzsot is kellett volna csinálnom. Na mindegy. Vége elmúlt, szóval egy bámult, mindegy hónap jön következő videó. De remélem, hogy még így is tetszett. Ha tetszett, akkor iratkozz fel. És nézd meg a többi videókat is. És meg akarjátok másokkal osztani, hogy elkezdtem. Akkor osztatok meg. És amúgy itt van a nevem. Szóval ez így a játékos nevem, szóval a Roblox-ba is, szóval hogyha így ezzel a névvel találtok meg, szóval hogyha ezzel a játékossal találkozok, akinek ilyen neve van, akkor az én vagyok, mert igaz, hogy ugye a Roblox-ba salát a 2000 a nevem, azzal videózok, de hogyha éppen nincs bekapcsolva a kamera, akkor ilyen névű akunttal vagyok fent. És ilyen zöld a skin nem, de szerintem még nem mutattam meg. De majd azt megmutatom, majd egy másik videóban. Szóval akkor ennyi lett volna. Viszlát és hello.